A felvidéki Sáros megye Eperjes városát a Branyiszkó-hágon keresztül tovább vezető főút, amely már a rómaiak idejébe is létezett, a híres Lőcsei kis műemlékvároson keresztül egészen a Tátráig ér el. Ennek mentén egy pár kilométerre helyezkedik el Szinye, majd még tovább egy kicsit Szinye újfalu, amely Szinyei Merse Pál szülőhelye. 1845. július 4-én ebben a kis korabarok kúriában született a művész, amelynek régebbi képei még a körülötte levő nagy parkot is megmutatják, sajnos azonban az 1960-as években a nyakára építettek még a szocialista stílusú tanácsházát, és lassan az enyészetnek adják át ezt a házat. Pedig annak idején nagyon szép arányú, csodálatosan gazdag, belső boltozatos termekkel rendelkező kis kúria volt. Sáros megyének két fontos kisebb folyója a Kis-Szinye és a Nagy-Szinye. Ezeknek a közét, a rajta levő nagy területet és a benne foglalt Szinye, Szinye-Újfalu és Jernye falvakat is IV. Béla királyunk 1262-ben adományozta hűvitézének, Benedek Komesz fiainak, főként Mersének, hiszen a bulgáriai csatatéren ott maradt a testvére Miklós. A festő idejére ezeknek a birtokoknak csak egészen kis töredéke maradt a család birtokában. Szinye Újfaluból a festő a családjával körülbelül 8 éves korában költözött át Jernyére, ahol egy jóval nagyobb ősi háza volt a családnak, középkori alapokra épült a templommal együtt, és a kettőt egy hatalmas nagy park vette körül. Mára a parknak már nyomait sem találjuk, beépítették, és a legnagyobb kárt azt tette, hogy a két korai műemlék épület közé a 60-as, 70-es években a községházát húzták fel. Egy Európai Uniós támogatás révén gyönyörűen restaurálták a nagy kastélyt, amelyről annyit tudunk, hogy a középkorban is meglevő ősi földszintes házra a 18. század végén a festő dédapja építette rá a manzártetős emeletet. Az emeletet teljes egészében elfoglalja a Szinyei képtár, amely először is a Magyar Nemzeti Galériától kölcsön kapott 50 szinyei reprodukció alapján nyílhatott meg néhány évvel ezelőtt. Folyamatosan a Szinyei család tovább bővíti az ott található anyagot, most már vitrinek sorában is számos dokumentum és további szinyei rajzok és egyéb érdekességek várják a látogatókat. Amikor a fiatal festőnövendék Münchenben tájakat kezdett festeni, akkor is többnyire olyan részleteket választott ki, amelyek valamelyest emlékeztették a szülőföldje tájaira. Azután, amikor hazautazott nyári vakációkra, akkor szívesen örökített meg ilyen részleteket. Azután érett korában bontakozott ki igazán az a fajta tájfestészete, amely a jernyei kisebb és nagyobb kúriát, illetőleg kastélyt körülvevő park részleteit ábrázolta, illetve a közelebbi és távolabbi környéket.
Nagyon érdekes, hogy a mai Sárost járó látogatónak is sokszor feltűnik, hogy bizonyos színei képekre jellemző tájkivágatok a dombok, hegyek között utazva milyen gyakran bukkannak fel. Nem csak az volt fontos számára, hogy jól komponált és valóban jellegzetes tájrészleteket ábrázoljon, hanem az is, hogy a különböző évszakok színhangulatait, atmoszféráját is visszaadja. Téli táját ugyancsak egyetlen egyet ismerünk, de például Alkonyi tájai azok bármely évszakban születhettek. Tavaszi pompázó kertnek, a virágzó fáknak, vagy a rügyező, friss, zöld növényzetnek a visszaadása sokat foglalkoztatta, és mégis a legtöbb téma az a piros és zöld kontrasztra vezethető vissza, ami a legszebben a pipacsos tájainál érzékelhető. Saját házat akkor épített magának a festő, amikor a nagy családi kastély az oszoszkodásnál apja halála után legkisebb testvérére Istvánra maradt, ő pedig a nagy park végében egy kisebb parcellán 1876 körül építette fel a timpanonos, klasszicista stílusú kis kúriáját. Ez a kúria manapság cigányiskolának ad otthont, amikor fénycsöveket szereltek fel a mennyezetre, akkor meglehetős rossz állapotba kerültek a Szinyei által egy kis szebeni szobafestőnél megrendelt, pompei stílusú, grotteszkónak nevezett mennyezet festmény részletek. Ezt a helyi hagyomány úgy tartja, mint hogyha maga az idős mester festette volna, de hát erről szó sincs. Ez egy szobafestői munka, amihez kiváló mintakönyvek álltak rendelkezésre. Jernye falu határában, nagyon szép környezetben található a községi temető. Itt egy kovácsoltvas ráccsal elkerített kis szerény részen található a családi sírkert, ahol az apja nagy tölgyfa keresztjével szemközt ugyanolyan méretű, hatalmas kereszt őrzi mindörökre álmát, hiszen Jernyén hunyt el a festő 1920. február 2-án.